nem kevesebbet szeretnénk elérni, mint hogy 2030-ra Magyarország legyen Európa 10 legjobb innovátora között. Nem kevesebbet szeretnénk elérni, mint hogy 2030-ra legyenek top 100-as egyetemeink a világban és Európában. Mindezt úgy, hogy ez a magyar nemzet szuverenitását, gazdaságát erősítse és segítse. Ebben, mint ahogy láthatják, kiemelt szerepet szánunk egyetemeinknek. Egy olyan magyar modellt alkottunk, melyben az egyetem együtt működik, együtt gondolkodik a térség meghatározó szereplőivel, a gazdaság meghatározó szereplőivel, hiszen ez nemzetünk, a magyar nemzet érdeke. Megújuló infrastruktúra, kiváló magyar kutatók, ez az a magyar modell, amely az egyetemeink köré szervezve a magyar gazdaságot, a magyar szuverenitást erősíteni fogja. Nos, ennek egyik meghatározó fellegvárában vagyunk itt Debrecenben, hiszen a Debreceni Egyetem, jó, ha magunk elé idézzük, hogy az elmúlt évben az egyik nagy nemzetközi rangsoron, a THR rangsoron 400 helyet ment előre, így a legjobb 2%-ban 600 és 800 között helyezkedik el. A másik meghatározó nemzetközi rangsorban, a QS rangsorban, pedig az idejében 100 helyet erősödött a Debrecen Egyetem, azaz a világ 30 ezer felsőoktatási intézmények közül az 574. helyen van. És mi azt szeretnénk, hogy ezen fejlesztésekkel még versenyképesebb legyen a Debreceni Egyetem, Debrecen a térség közössége, és ezáltal teljes nemzetünk. A jelentős beruházás révén több mint 5 milliárd forintos támogatásból valósulhatott meg egy olyan álom, mely hazánk minden állampolgára és az emberiség számára is hasznos, fontos és reménykeltő projekteknek ad majd otthont a jövőben. A beruházás keretében létrehozott kutatóegységek lehetővé teszik, hogy a Debreceni Egyetem kutatói a kialakított pilotüzem laboratóriumaiban a high-tech biotechnológiai iparág legmodernebb technológiai, minőségügyi és kiviteli kutatásaikkal hozzájárulhassanak a hazai és nemzetközi tudományos eredmények gyarapításához és az eredmények gyakorlati alkalmazásához. Az új infrastruktúra nem csak a vakcinakutatás és fejlesztés terén nyújt kiemelkedő lehetőségeket, hanem fehérje természetű terapeutikumok kutatására és előállítására is alkalmas lesz. Az az 5,2 milliárd forint, amit Európai Uniós támogatásból tudtunk erre a Európában egyedülálló tartalmú laborlétesítményre fordítani, az lehetővé teszi számunkra azt, hogy a jövőben olyan egyedülálló fejlesztéseket, kutatásokat tudjunk megvalósítani, amelyek reméljük, hogy egyedülállóvá teszik az eredményeiben is ezt a létesítményt. Csak Debrecenben, a Debreceni Egyetem égisze alatt az elmúlt 5 esztendőben több mint 82 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg. Egy egyetemi beruházás, egy egyetemi fejlesztés, az kéz a kézben jár az oktatással, a tudományos munka támogatásával, az innováció kutatásfejlesztési folyamatok támogatásával. Az elmúlt 5 év 82 milliárdos mérleget mutat, és a folyamatban lévő és a következő 3 évben megvalósuló hasonló típusú beruházások nagyságrendje pedig eléri a 60 milliárd forintot. A bakteriofágok a baktériumokat specifikusan elpusztítani képes vírusok. Ezeket gyártjuk itt, különböző készítmények formájában. Ez egy kutató-gyártó egység, ami rendkívül szokatlan egy egyetemtől. De mit várunk tőle? Azt várjuk, hogy a Debreceni Egyetemen azonosított az úgynevezett kórházi fertőzéseket okozó 6 baktérium elpusztítására alkalmas fegyver álljon rendelkezésre, ami azt is jelenti, hogy egy pár év múlva Debrecenben senki nem fog nozokomiális, azaz kórházi fertőzésben meghalni. Ez először pár éven belül csak Debrecenben és környékén
lesz abszolút biztos fegyver, mert pár száz kilométerrel odébb ugyanaz a baktériumtörzs már más variánsban mutatkozik meg, ki kell tapasztalnunk azt is, és legyártani ellenfágokat. Ma az Európai Unióban körülbelül 500 ezer olyan eset van, ahol valamilyen baktériumfertőzés miatt intenzív osztályra kerül az illető páciens, és ennek a tizede meghal. Képzeljük el, 50 ezer ember évente. Na most ez azt jelenti, hogy az, ami itt gyártásra kerül, az az a fegyver, ami biztosan elejét veszi ennek. Baktériumoknak a kezelése antibiotikumokkal szinte elérkezett a lehetőségek határáig. Ezért egy új technológiát, tulajdonképpen a fágok, azok a baktériumoknak a vírusai, de olyan specifikusak, hogy kizárólag a kórokozó baktériumot fogják elpusztítani. Tehát egy óriási lehetőséget látunk most, és elsősorban azon baktériumok esetében, amik jellemzően az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket okozzák. Úgyhogy abban bizakodunk erősen, hogy a fágok segítségével ezeket a baktériumokat majd semlegesíteni, meg tudjuk ölni, és ezért ez egy nagyon eredeti, új módszer lesz a jövőben, mind a megelőzés, mind pedig a terápia esetén. A Debrecen Egyetem Pilot Kutatólaboratóriumában gyógyszeripari fejlesztések zajlanak, már jelenleg is. A tevékenységünk hármas, tehát fejlesztés, gyógyszerhatóanyagok fejlesztése, illetve akár részegységvakcinák, alegységvakcinák fejlesztése, akár bakteriofágok terápiás fejlesztése zajlik. Ezeknek a kis volumenű gyártása is tud ebben a házban megvalósulni, a gyógyszergyártás szabályai szerint, ugye ezt a GMP-nek, Good Manufacturing Practice-nek hívják, és oktatási tevékenység is zajlik egyszerre. De most jelenleg ez mind a három itt aktívan folyik. Vannak biomérnök hallgatók, akik nyári gyakorlatokat töltik, ugye ez az oktatási rész, a gyógyszergyártási engedély megszerzésére vonatkozó műszaki dokumentációs és tesztelési folyamatok zajlanak, illetve a laboratóriumi részekben már baktériumtenyésztések is zárt bioreaktorokban, amiket utána bakteriofágokkal beoltunk, és ezzel dolgozzuk ki a fág termelési terápiát. Ez Magyarországon, de Európában is egyedülálló, ez a hármas tagozódás, ez a hármas helix szerkezet is, illetve az alkalmazott technológia is Magyarországon teljesen egyedülálló.